A tömegközlekedés történetét az Omnibus 1832-es megjelenése óta számítjuk, így több mint másfél évszázadra tekinthet vissza. Ezen idő alatt olyan járművek fordultak meg Budapest utcáin, mint a lóvasút, vagy a mai napig közlekedő villamosvasút. Budapest tömegközlekedése méltán volt híres, hiszen ritkaságnak számított a budavári sikló, a fogaskerekű vasút, vagy az Európában elsőként megépült föld alatti. Ma elsősorban az autóbuszok a tömegközlekedés fő közlekedési eszközei, de mellettük szép számmal találunk villamosokat, metrószerelvényeket, áramszedős trolibuszokat, vagy a helyi érdekű vasút hévkocsijait. Én már gyerekkorom óta szerettem a járművezetők mellett állni, nézni, hogy mit csinálnak. Én nagyon szeretem a villamosvezetésben magát a vezetést. Egész nap tulajdonképpen a magam ura vagyok, egy külön fülkében elzárva, de ettől függetlenül az emberekkel való kapcsolatot is szeretem. Számomra nagy előrelépés volt, hogy 2 év gyakorlat után kikerülhettem a körútra, mert ide azért nem mindenkit engednek. Nagyon oda kell figyelni a vezetésre, autókra, gyalogosokra. Ez valahogy bennem van. Tehát nem is szerettem soha az olyan vonalakat, ahol unalmas volt. Én szeretem az ilyen pörgős vonalakat. A tömegközlekedési járművezető, villamos, troli, metróvezető olyan járműveket vezet, amelyek személyszállításra alkalmasak. A vezető feladata, hogy előre kijelölt útvonalon, a kereszt betartásával és a közúti forgalomhoz való alkalmazkodással biztonságosan vezesse járművét. A járművezető elsődleges célja az utasok biztonságos és kényelmes utazásának biztosítása. Ehhez kapcsolódnak egyéb személyszállítási feladatok, mint például az utastájékoztatási és információs rendszer kezelése, a podgyászkezelés, a munkajogi és munkavédelmi előírások betartása. Szolgálat kezdetekor a vezető a járműtelepen átvizsgálja a járművet, közlekedésbiztonsági és műszaki szempontból is. Adminisztratív feladatai közé tartozik a menetokmány, valamint a jegyzőkönyv készítése esetleges késésről, meghibásodásról, balesetről. A vezető a gépjárművön zavarelhárítást is végez, illetve gondoskodik annak bejelentéséről. A tömegközlekedési járművezető elsődleges munkaeszköze maga a jármű, amelyet vezet. Mivel a vezető a munkája során a jármű műszaki állapotával kapcsolatos karbantartási feladatokat is ellátja, ezért szerszámokat is használ a javításhoz. A szakmabeli a pontos tájékozódás és a jármű sebességének megállapítása miatt hely- és sebesség meghatározó műszerekkel is dolgozik. Budapesten 2013 őszén jelent meg az új forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer, röviden a FUTÁR, amelynek kijelzői a megállókba mutatják az éppen aktuális közlekedési helyzetet, hogy percre pontosan mikor indulnak a járművek, és az esetleges forgalmi változásokról is tájékoztatást adnak. Az egyik fő segítőeszközünk a kalauzkulcs. Ez a kalauzkulcs nyitja mindenhol a villamoson a szekrényeket, jelzőknél a dobozkákat, amit ki kell nyitnunk, hogyha jelzést szeretnénk kérni. Enélkül azt hiszem, hogy egyetlen villamosvezető sem létezhet, kötelező tartozik, a vállalat adta, és nagyon kell rá vigyáznunk. A másik ilyen a körúton az ORH, ami nagyon fontos. Nagyon sok villamos van, gyors a forgalom, és rögtön kell tudnunk szinte mindenről ahhoz, hogy reagálni tudjunk rá időbe. A tömegközlekedési járművezető felelősséggel és fokozott figyelemmel kell, hogy végezze a munkáját, hiszen naponta több ezer utast kell biztonságosan szállítania. A legfeszültebb szituációban is higgadtnak kell maradnia, ezért fontos a stressz helyzetek nyugodt kezelése. Minden útközben felmerülő problémát meg kell oldania, önállóan kell döntenie. A foglalkozás természetéből adódóan a felmerülő kisebb műszaki gondokat is meg kell oldania, és jó térbeli gondolkodásra is szüksége van. Elsősorban a szakmai tapasztalat az nagyon fontos. Szakmailag mindenképpen a járművezetőket műszakilag is kiképzik egy tanfolyam alatt. Ezeket a szakmai dolgokat kell nekünk tulajdonképpen átvinni az életbe. Pontosság, precizitás, tulajdonképpen figyelem, koncentráció. Ezek azok a tényezők, amik nagyon fontosak. Nagyon sok emberrel kell együtt dolgozni. Együtt kell dolgoznunk a kocsiszíni műszakkal, a diszpécserekkel, a kint a forgalomban az ORH irányítóinkkal, és azon kívül pedig a rengeteg kollégával. A tömegközlekedési járművek vezetése a fizikai megterhelés szempontjából könnyű fizikai munkának minősül. Többnyire több műszakos, folyamatos munkarendszerint, váltakozó munkahelyen, gyakori utazással járó munkát végeznek, munkaidejük jelentős részét szűk helyen, a vezetőfülkében ülve töltik. A vezetőnek útközben a változó időjárási körülményekre is tekintettel kell lennie. A szakmabelinek nincsen közvetlen kapcsolata az utasokkal, a visszapillantó tükrökből azonban érzékeli helyzetüket, mozgásukat, és az ajtók nyitását, zárását ehhez igazítja.
Probléma esetén a diszpécserrel veszi fel a kapcsolatot információszerzés céljából. Ezen kívül rendszeres kapcsolata van az azonos vonalon szolgálatot teljesítő kollégáival is. Egészségre ártalmas tényezők lehetnek az állandó rázkódás, a zajártalom, valamint a levegőszennyeződés. A tartós ülőmunka, kényszertestartás, mozgásszervi panaszok kialakulásához vezethet. A tömegközlekedési járművek vezetőinek munkája fokozottan balesetveszélyesnek minősül. A forgalomhoz való alkalmazkodás, pszichés terhelése feszült idegállapotot, túlfáradást eredményezhet. Ahhoz, hogy valaki járművezető lehessen, pályaalkalmassági vizsgát kell tennie, aminek része az egészségügyi alkalmassági vizsgálat. A szakma gyakorlása jó látást, épp színlátást, teljes látóteret, térlátást, épp hallást, a kar, kéz, ujjak, valamint a láb, lábfej fokozott használatát kívánja meg. Munkájuk során alapvető fontosságú a gyors reakciókészség, a jó figyelem megosztási és koncentrációs képesség és a tökéletes mozgáskoordináció. Ha az egészségügyi szűrésen átment a jelentkező, megkapja az EU2-es kategóriát, amely a hivatásos jogosítvány tulajdonosok egészségügyi vizsgáját jelenti. Ezt minden évben meg kell újítani. Minden járművezető járműve kötött pályán közlekedik. A felszínen közlekedő villamos sínpályán, a trolibusz áramszedő pályán, a metró a felszín alatti sínpályán fut. Ennek megfelelően különbözik a járművek vezetőinek képzése, hiszen a képzések mindig a jövendő munkahelyeken zajlanak. A résztvevők speciálisan a későbbi szakmájuknak megfelelően részesülnek a trolibusz, metró vagy villamos vezetői képzésben. Tömegközlekedési járművezetőnek a 8 általános elvégzése után lehet jelentkezni. A felvételnél előnyt jelent az érettségi vagy a magasabb iskolai végzettség, illetve a gépész, az elektromos vagy az autóvillamossági szakképzettség. Az egészségügyi alkalmassági követelményeken kívül a pályaalkalmassági 2-es kategóriában is vizsgát kell tennie annak, aki ezt a hivatást választja. Magához a jármű vezetéséhez számos vizsgán kell túlesnie az ideális jelöltnek, aminek elméleti és gyakorlati része is van. A villamos járművezető hatósági képzés a helyi közlekedési vállalatnál zajlik, a képzési idő 400-450 óra. Ezen a tanfolyamon a főbb tantárgyak a KRESZ szabályok, a villamosvonalak és a különféle villamos típusok ismerete. A sikeres hatósági vizsga eredményeképp a jelöltek vasúti járművezetői tanúsítványt kapnak. Akinek megtetszett a tömegközlekedési járművezetői foglalkozás, annak ajánlható még az árufuvarozó, illetve a taxisofőr is, mint rokon szakma. Statisztikai adatok alapján a tömegközlekedési járművezetők havi bruttó átlagkeresete 240 és 280 ezer forint között mozog. A jövőben országszerte különös hangsúly kerül a vonalak felújítására, új járművek beszerzésére, valamint a környezetvédelemre és sérült embertársaink számára akadálymentes közlekedési eszközökre. Így szükség lesz képzett gépjárművezetőkre is. 32 éve vagyok ennél a cégnél, voltam munkamódszerátadó, lettem útvonalcsoportvezető, amiben jelen pillanatban is dolgozom. Én nekem a legnagyobb szakmai sikerem az, ahol most jelen pillanatban a pályám csúcsáján vagyok, mert egy villamos járművezetőnek a legnagyobb csúcs az a nagykörúti útvonalcsoportvezetés. Ennél följebb járművezető nem kerülhet. Én azt mondom, hogy aki ezt a szakmát kinézi magának, és hivatástudatból kezeli a dolgot, és mindig precíz, pontosan végzi a feladatát, azt szerintem minden mehet nyugdíjba. Mindenképpen azoknak ajánlom, akik hivatásnak tekintik ezt a szakmát. A foglalkozásról további részletek találhatók a Nemzeti Pályorientációs Portálon. Készült az Európai Unió támogatásával, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megbízásából.